Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Sekigahara. 1598 Japán. A Taiko Toyotomi Hideyoshi halálával 5 éves fia került a birodalom élére, aki helyett apja által választott tanács irányítja az országot. Ezt a bizonytalan helyzetet kihasználva megindul a harc a keleti és a nyugati hadurak között a Japán feletti uralomért. A GMT Games belépőszintű háborús játéka ebbe az űrzavaros és árulásokkal teli időszakba kalauzolja az asztalhoz ülő két játékost. A nagy és informatív játéktábla egyike a legszebben kivitelezett wargame tábláknak, a katonai egységeket fekete és sárga színű fából készült téglatestek reprezentálják, melyekből a saját irányítás alatt lévők néznek csak az adott játékos felé, így remekül valósítja meg a játék a háború köde jelenséget. Ugyanis csak az ellenséges egységek száma látszik, azok ereje és típusa csak az összecsapások során kerül felfedésre. A játék kártyavezérelt mechanizmust használ a seregek mozgatásához és a harchoz egyaránt. Így sajnos szerencsétlen lapjárással előfordulhat, hogy egy nagy sereg csak tétlenül szenvedi a harci sérüléseket. A nagyjából 3 órás játékidőben azért kellő számú csata vár a játékosokra, így a lapjárás jellemzően kiegyenlített, továbbá a korra jellemző ellenséges csapathoz való átállás is megjelenik a játék mechanikában, ami külön pozitívum. Amennyiben a játékbeli 7 hetet felölelő időszak alatt nem sikerül az ellenség legfőbb hadurát csatában legyőzni, vagy a gyermek trónörököst túlszulejteni, úgy a hétkör végén a stratégiailag kulcsfontosságú területek feletti irányítás dönt a végső győztesről. Összességében a Sekigahara The Unification of Japan egy egyszerű szabályrendszerrel rendelkező, gyönyörűen kivitelezett kétfős harci játék, melynek sikerét mi sem mutatja jobban, mint hogy a 160. helyet foglalja el, a háborús játékok kategóriájában pedig az 5. Értékelésem a műfaj kedvelőinek ajánlott.